Szerusz, Oszi! Á, Dominik! Hogy mint? Mi az, hogy mint? Megint te hívtál ide? Csak azt nem értem már, hogy miért. Oké, csak gondoltam, így előzékenyeskedek egy kicsit, és megkérdezem, mi újság, milyen volt az utat, hogy aludtál, ettél a legel, pihentél, stb. De jó, hát igazából... Ami azt illeti... Dolgainkat. Ettem egy finom sütikét, de egyébként... Habosat, mi? Aha. Gondoltam. Habos-babos süteményt. De ahogy azon kívül semmi extra. Sejtettem, csak mondom, megkérdeztem, hát ha... Megadtam a lehetőséget, hogy a történt veled valami, akkor... Hát túlzottan sok minden nem történt. De akkor mindegy, akkor majd beszélek én, mert... Hát jó, velem se történt igazából úgy semmi, de... Fog történni, Dominik. Én már, tudod, ez már egy ilyen előkészület a történésekre. Rákészülök az eseményekre. Mifélékre? Hát na ez az, bármilyenekre. De leginkább, és elmásíthatatlanul a legfontosabb projekt, amiben ugye részt veszünk most már hosszú évek óta, hogy megtaláljuk nekem a megfelelő mátkát. Ebben kivel veszel részt? Hogy kivel veszünk részt? Hát ugye a... Nem, veszel. A bende vezeti, hát ugye a számok... Te beszélsz még a bendével? Hát... Néha. Alkalmatán. De általában csak hallom a hangját, nem nagyon szokott válaszolni. Meg éjszakánként valaki fogtos, de... Mindegy, szerintem az nem ide tartozik. Szóval a lényeg, hogy ugye mindannyiunknak komoly szívügye ez a projekt, és hát pont ennek okán arra gondoltam, hogy egy kicsit úgy kapcsolhatnánk energiából, egy kicsit úgy többet rá, tudod, hogy úgy olyan lendületesebb legyen, hiszen azért, mert ahogy úgy elnézzük, hogy a srácok úgy révbe érnek, mert ugye bent az már mikor révbe érte, már Tibi is már szinte, hogy rólad még beszélünk. Hát én most kifejezetten boldog vagyok így Júlival. Jó, úgyhogy... van, nem kell az orrom alá dörgölni, Dominik, értem, rendben, örülök én is a boldogságodnak, de tök jó lenne, hogyha most már te is tudnál kicsit örülni az én boldogságomnak. Én örülök a te boldogságodnak, örülök, hogy keresel párt. De ez nem a boldogságom, Dominik. Akkor meg miért mondod, hogy boldog vagy? Nem mondom, hogy boldog vagy. Akkor meg miért mondod, hogy örülök a boldogságodnak? Hát hogyha nem vagy most jelenleg boldog, akkor hogyan örüljek a boldogságodnak? Hiszen nem tudok boldogságnak örülni, hogyha nem vagy boldog. Régen minden sokkal egyszerűbb volt. Régen minden jobb volt. De az a baj, hogy nem látod át egyszerűen azt, hogy mit jelent ez az egész. Már mi? Ez az egész barátnő téma.
azt, hogy elkötelezed magad. De hát most mondom, hogy rajta vagyunk a projekten. Dominik, nem figyelted az előző 2 perces monológomat? Egy kicsit kihagyott az agyam egyébként, de most nem az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy én még nem érzem benned azt az elhatározást, ami annó Bendében volt, amikor Rozival összejött. Micsoda? Amikor például beszélgettek a házas életről. A Bendében volt ilyen elhatározás, mert én erre tök máshogy emlékszem. De figyelj, Bende, és mi újság, mióta összeházasodtatok Rozival? Na mesélj, Rozi, milyen a házas élet? Bende olyan jó fej, és teljesen megváltozott, és mindig meglep valamivel. Mire gondolsz? Mindig meglep magával és magával? Minden oké, bár egy kicsit elkezdett kifordulni magából. Ezt hogy érted? Nincs elég, tudod? Hát nem panaszkodok, de azért lehetne jobb minden. Ez azt jelenti, hogy jöhet a gyerek? Igazira gondolok. És akkor már a gyerek szóba se jöhet? Dehogy, nem. Már attól is kiber a víz, hogy az összeköltözéssel nyaggat. Hamarosan összeköltözünk, és mindig ilyen boldogok leszünk. Oj, szerinted? Na, ezt a fajta boldogságot csak akkor tudod elérni, hogyha elhatározod magadat kőkeményen valaki mellett. Mint ahogy én elhatároztam például magamat Juli mellett. És látod, nagyon sok év kellett hozzá, de végre boldogok vagyunk együtt. Bocsánat, egy kicsit kilógoltam a valóságból. Annyi volt meg, hogy Juli, meg hogy mi... Micsoda, hogy te elkötelezted magad Juli mellett, Dominik, miről beszélsz? Hát végig csélcsaposkodtad az egész életed. Boldog, boldogtalan nő szoknyája alá próbáltad az orrodat dugni. Szegény Juli, hát hogyha én lettem volna a helyébe, hát már rég elvertelek volna egy poroltóval. Miért pont egy poroltóval? Hát nem tudom, az jutott eszembe, de Dominik, ami azt illeti, tehát... Ha valaki itt a nők utáni kitartásról beszélhetne, na sok ember lehetne, de te apukám, te aztán nem. Én abszolút lehetnék, és nekünk révbe ért a szerelmünk. Igen, ki szerint? Dominik, lásd meg a lehetőségeidet. Lásd, hogy mi történik most. Kérlek. Na jó, Dominik, persze, hát most boldogok vagytok, oké, jó, igen. Hát ez igen. Azért gondoljunk csak vissza azokra a kitartó szerelmes éveidre, hogy azért volt egy kis ez, meg egy kis az, egy kis ide, egy kis oda. Nem. Nem cseng ismerősen az a név, hogy...
Anna! Azt talán nem cseng ismerősen? Neked miért voltak oda felírkálva ilyen női nevek? Nem csak női nevek voltak, hanem pont a női listát vettem elő. Tudod, nehezen jegyzem meg mások neveit, úgyhogy ez alatt a 8 év alatt, akivel találkoztam, mindenkiről írtam egy kis jegyzetet. Ez nagyon jó. De nem is ez a lényeg, Dominik. Mi volt ezzel a nővel? Emlékezz csak vissza! Nem, hol van már ez a nő? Mondtam, hogy hozza a cuccot. Jó, oké, rendben, figyelj, tereljük a témát, inkább menjünk vissza erre, hogy neked keressünk egy barátnőt, pedig késői feleséget, meg egyébként nem sokára Mikulás. Na, igen. Hát... Még emlékszel a leges-legelső Mikulás bulinkra? Amit még az első iskolában tartottunk. Dominikát a leges-legelsőt. De hogy is? Mert történt ott valami? Hát elég sok minden. Igen? Aha. Most nekem sincsen meg teljesen túlzottan sok minden, de... Ezek a jó mikulásos bulik. Ugye? Nagyon-nagyon jók voltak. Szinte számból vetted ki a szót. Hát inkább fordítva, de... De mindegy. Számba adod a szavadat. Örülök. Szóval... Ja, jók voltak ezek a bulik. Abszolút jók voltak. A karácsonyi bulikot is nagyon szerettem. Bizony, bizony. Azok a jó karácsonyok. Nekem, jó katatanárnővel. Igen, nekem mindig a húzás volt a kedvencem. A jó húzások, jó katatanárnővel, az jó volt. Igen, csak te mindig elhepajkodtad az egészet. Én mindent elhepajkodok, Dominik. Na jó, de erről leszokhatnál. Miről, a húzásról? Nem. A hepajkodásról. Azt nem tudom sajnos. Nem emlékszel, amikor? Bocsánat, nem lehettem, hogy mégiscsak, hogy valaki
bárki másra átcseréljük ezt a cettit. Nem igazán, statisztikailag szerintem nem jön neki jól, hogyha ez lenne így a végleges kompozíció. Ha lehetne, én is cserélnénk, vagy újraosztanánk, vagy... Jó, ha nem itt lehet, akkor én is. Ne rázadjatok, hát... Na kicseréljük! Én! Kicseréljük! Jó. De most már foglalkozunk aztán tényleg a fontos kérdésekkel, vagyis igazából csak egy kérdéssel, mégpedig ezzel a nőkereséssel. És hogy tovább menjek, Dominik, ami azt jelenti, adtál egy kis ihletet, úgy gondolom, hogy egy Mikulás bulin kell, hogy becsárkészem a tökéletes asszonyt. Miért pont egy Mikulás bulin? Mert most annyit beszéltünk már ezekről a Mikulás bulikról, és annyi romantikus, varázslatos, csodálatos történet szövődik hozzá, hogy úgy érzem, az enyémnek is ilyennek kell lennie ahhoz, hogy tiszta, teljesen igényes, 100%-os mesekönyv szerinti szerelemben legyen részem. Aha. Nem. Nem értem. Nem is kell értened, Dominik. A lényeg az, hogy kell egy buli, egy nagyon ütős, patinás buli, egy igazi Mikulás parti. Ah, várj csak! Nem a hátsó kiszekében. Itt is van. Hát ez mondjuk a Pendének meg a Rozinak az esküvője meghívója, de figyelj csak, ilyen plakátok kell lennének. Ilyen grafikákra gondoltam, tudod, egy plakát, mert minden jó bulit azt így plakáttal meg kell hirdetni, hát különben kijönne rá, érted? Tehát főleg a jó nők azok nem jönnek egy akármilyen bulira, meg hát nem jók, csak az ilyen ócska papírok, hát valami igazán jó plakátos, hát tudod, ilyen, hát mondjuk nem is ez, de valami igazán jó. És mondjuk lehetne a patinás megjegyzéseimből és aranyköpéseimből valami, mondjuk, hogy... Pardon? Rettenetes poénjaid vannak. Ha ezeket kitűznéd egy plakátra, nagy valószínűséggel mindenki elmenne a jóbüdös... Micsoda? Minden nő úgy hahotázik a poénjaimon, mint egy kacagány. És tényleg mind a kettő elhitt, tehát a Berci is mekkora egy, Istenem, mekkora egy utolsó tróger, hogy elhiszi, hogy majd pont a Zsófi meg, uramisten, hát hogy lehet valaki ennyire szánalmas, hogy a Bercivel elmegy, és hogy azok milyen fejet vágtak. Életem poénja. Szállna pillanat! Hát mi ez? Tényleg. Olivier, megkérlek szépen, hogy gyönyörű ez a napszemüveg, de ezt vedd le. Nem. Ezt megbeszéltük, hogy suliban ilyet nem hordunk. De talán én meg szarok rá. Nincs nyitva! Biztos, hogy nem! Biztos, hogy nem! Gyerekek, most azonnal engedjetek be! Nem veszünk semmit! Így is úgy is meg fogjátok kérni a dolgozatokat! Biztos, hogy nem! Hát az Alföld egy nagy síkság. Meg a Zsófi is! Köszönjük, Oliver! Nincs mi, te bármikor szívesen, hogyha dolgozatot akarsz írni. Na, már megint mit csináltál? Ja, nem az arról jobb, hogyha nem tud. Ja, kacagány. Nagyon sokat értél mindig is a poénjaidat, tényleg. Minden nő borult, lábad előtt borult, hevert, gurult a földön. Volt, hogy egyszerre is, igen. Uh-huh. Dominika is rohadtul értékelte. Imádta! Tényleg? Hát kezét csokkolom a mindenkinek. Kívánok! Hello, és... Mit keresel itt? Megint csak a Petra miatt jöttél ide, mi? Mi? Nem,
Kérlek, ne veszekedjetek, inkább beszéljétek meg. Most komolyan! Komolyan! Ide állítasz úgy csak a lányok miatt, és nem is csak a Petra? Hát már egyre többen vannak? Már egy egész sor áll? Hát de nem miattam ára sorát. Hagyjuk már! Én, hát a Petra hagyjuk már! Most lett elegem ebből az egészből, ne nézzél engem többet, légy szíves hülyének. De mit keresel még itt? Én csak segíteni akartam. De nem, ki kért a segítségedből, már ne is haragudjál meg. Van pofád még ide állítani azok után? Hogy a hátam mögött összekavartok. Micsoda, hát... Tényleg, még ezek után ide mersz, jól csak benni, jajjajjaj, csak segíteni szeretném, jobb lenne, hogyha visszamennél inkább, de... Hagyjuk már! Elég, kész, ennyi volt. Az ágyba is nulla voltál, az életbe is, a szerelmünk is, nem foglalkoztál velem. Hagyjuk inkább az egész. Azt a mindenit! Az ágyba is? Többé, kevésbé. Inkább kevésbé, mint többé. Szelekciós módszerrel válogatta a humor forrásaim közül a számára megfelelőt. Magyarán mondva nem értékelte. Mert szar volt. Na. Hát pont most beszéltük meg, hogy ez egy nagyon szubjektív műfaj, és igenis vicces vagyok. Ki szerint? Mindenki szerint. Olivier, azért... Mert a Bender egyszer neked azt mondta, hogy te milyen nagyon vicces vagy, hogy lenyúlhasson tőled még több pénzt, azért, hogy elmenjél a csábítás iskolájába, és hogy minden jobban lehúzzon téged, ettől függetlenül még nem leszel vicces. Nem is tudom, hogy hol kezdjem ellereagálni. Először is talán ott, hogy föl se veszem. Másodszor pedig Dominik 8 éve rajtam nevet az egész ország, úgyhogy én most kimegyek, töltök magamnak egy kis üdítőt, te meg addig itt mélázz magadban valami szomorú régi gondolaton. Na, szevasz! De egyébként most miért kell ezt csinálni? Most ezt nem értem. Én csak elmondtam azt, hogy mi a helyzet. Mi van? Tehát, hogy... Én ezt most abszolút nem vagyok képes felfogni, de komolyan. Már az ember őszinte se lehet, ez is baj. Na, gyere vissza, jó madár, majd keressünk neked valami nőt, valahol. Mit hallok? Majd keressünk neked egy nőt. Jaj, na, jó. Egy olyat, aki értékeli a kacagányokat. Ez egy gyönyörű madár. Nem tudom, hogy hogy lehetsz ornitológiailag ekkora egy böszme. Tudod, hogy néz ki egy kékbegy? Gondolom kéken? Félig-meddig.